A névadó portréja figyeli a játékosokat a tavalyi tornán. A legendás utánpótlás nevelő edző kezei alul rengeteg élvonali és válogatottságig eljutó kosaras került ki az elmúlt évtizedekben. Az NKK elnöke számára egyértelmű volt, hogy minden évben meg kell emlékezni Sallai Józsefről, és a tavalyi rendezvény szakmai, illetve közönség sikere után nem is volt kérdéses a folytatás. Az elmúlt évhez hasonlóan ott lesz a mezőnyben a nagyváradi csapat, és rajtuk kívül is érkezik még egy határon túli együttes. Idén szerencsére úgy néz ki, hogy mégiscsak lesz egy szlovák csapatunk Prievidzából, magyar nevén Prividjéből. Az EI első osztályú csapat, U16-os csapata érkezik hozzánk, aki egyébként most az EIB-ben, ez egy nemzetközi utánpótlás torna, és részt vesz, tehát igen erős csapat, ő is egy akadémia egyébként. A magyar részre a mezőnynek két nemzeti akadémia lesz, itt a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia és a Deac Kosárlabda Akadémia, ezen kívül két sportági szakszövetség által akreditált akadémia és sportszervezet csapata, a Szolnoki Kosárlabda Akadémia és a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia Kecskemétről, és hát ne feledkezzünk meg két hazai csapatról, a Nyíregyházi Sportcentrum és a Nyíregyházi NKK Ötvös. Az NKK Ötvös Ferenci Tamás által irányított együttese nem tartozik a torna esélyesei közé, ettől függetlenül igyekeznek majd megnehezíteni valamennyi ellenfelük dolgát. A célunk mindig az, hogy tanuljunk, mi egy kis egyesület vagyunk. Pár évvel ezelőtt még csak egy iskolára alapoztuk a működésünket, ez már most szerencsére eléggé kiteljesedett, több mint 9 iskolával van együttműködésünk. Ahogy mondtam, a célunk most is az, hogy tanuljunk az erősebbektől, és próbáljuk magunkat felhozni legalább arra a szintre, ami ennek a mezőnynek az alja. A tornán nem csak a fiatal kosarasok, hanem a nyíregyházi játékvezetők is megmutathatják magukat a hazai közönségnek. Igyekszünk évről évre olyan játékvezetői mezőnyt összehozni, amelyik reprezentálja a nyíregyházi játékvezetést. Tavaly sikerült hazahívnunk 3 A csoportban, sőt nemzetközi minősítésre rendelkező játékvezetőt. Idén olyan sok a rendezvény, hogy ez csak 2-re szorítkozott, pedig Nyíregyházon 4-en is fújnak a NBA csoportba, ettől függetlenül csak helyi játékvezetők, és szeretnénk azt is megmutatni, hogy Nyíregyházán ez is nagyon szépen fejlődik, a játékvezetés színvonal is évről évre szerintem nő. A mérkőzések szerda délután 4 órakor kezdődnek el a két helyszínen, a Vessik és az Rényi Tiszavasvári úti csarnokában. A bronzmérkőzésen pénteken 11 órakor, a döntőben pedig 13 órakor dobják majd fel a labdát a Tiszavasvári úton.